napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Legelőször is Varga Mihályt, Magyarország pénzügyminiszterét. Lessinger Gyula urat, aki a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja. A tranziton már megszokott mediterrán szerint járunk el ma is. Egy nagyjából fél órás beszélgetést követően helyet adunk a kérdéseknek, úgyhogy azt kérném, hogy akinek amilyen kérdezni valója támad, azt a végére tartogassam. És az én nyitó kérdésem pedig az lenne, hogy 2023. január 1-én az egyik szomszédos ország, Horvátország csatlakozott az eurozónához. Itt augusztus végén 8 hónap elmúltával, mert látszanak bizonyos tanulságok talán Magyarország számára is. És az lenne az első kérdésem, hogy megérte feladni Jelasics Bánt a 20 húnáson. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, akkor ABC szerint elkezdik a válaszokat. Mindenkelőtt szeretném megköszönni a meghívást, és gratulálok a kreatív csapatnak. Ez a 2 eurós dal cím, amit kapott ez a panel. Ez kicsit felidézi a fiatalságomat is, ugye a 70-es, 80-as évek T-Mobile, a 2 forintos dal, vannak őszülő halántékú emberek is, hölgy nincs köztük, akik emlékeznek erre a dalra, és ugye a Schuster Lóriék a 80-as évben elkezdték ezt úgy énekelni, hogy nálam mindig 2 forint ez a dal, nálam mindig 4 forint ez a dal, 84-ben 6 forint ez a dal, tehát javaslom majd Schusternek, hogy a nálam mindig 2 euró ez a dalra váltson, mert akkor nem kell az inflációval korrigálni a dalnak a szövegét. Szóval a kérdésre válaszolva, Horvátország egy picit más cipőben jár, mint Magyarország. A turizmusnak és a mezőgazdaságnak is, de főleg a turizmusnak sokkal nagyobb szerepe van az ország gazdaságában, mint nekünk. Tehát ha valaki visszaemlékszik a megboldogult Jugoszlávia időszakára, már a jugoszláv időkben is nagyon erős szerepe volt a német márkának. Akkor még volt német márka, és az emberek a megtakarításaik nagy részét, a hazautalt jövedelmeiknek a nagy részét, hiszen jugoszláv, úgymond jugoszláv vendégmunkások azért nagy számban dolgoztak már akkor Németországban, az mind német márkában került be az ország gazdaságába. Tehát a horvátoknak teljesen mást jelent a kunát leváltani egy ilyen fizető eszközzel, mert hogyha jól emlékszem, akkor olyan 20% környékén van a turizmusnak az aránya a gazdasági teljesítményben, a miénk ez valahol 10-11% környékén van, tehát kétszer akkora a turizmusnak a súlya. Na most a turisták döntő mértékben ugye a valutával fizetnek, ez általában a német márka kivonulása óta az eurót jelenti. Tehát szerintem ezért nem volt annyira rizikósabb az ország gazdaságának ennek a valutának a lecserélése. Természetesen nem volt könnyű. Épp a kollégáimat kérdeztem néhány nappal ezelőtt, hogy most már megvan az első fél év Horvátországban, és mi a tapasztalat. Hát azért ott is bele kellett nyúlni a kormánynak az árak alakulásába, hiszen januárban a horvát kormány döntött arról, hogy visszaállítatja a kiskereskedelmi szektorban és a pénzügyi szektorban az árakat a 2022. december 31-es szintre. Tehát ott is azért a kereskedők emberből vannak, fogalmazunk így, és az infláció, a háború, a gazdasági nehézségek hatását kihasználva azért egy kicsit mindig fölfelé kerekítettek, vagy éppen fölárasztak, főleg ezekben a szektorokban. És ebben a két szektorban a horvát kormány visszaállítatta a december 31-i árakat. De hogyha abba gondolok bele, hogy a júliusi horvát infláció az olyan 7%, 7,2-7,4 körül volt, nálunk meg 17 fölött, akkor azt kell mondanom, hogy viszonylag nagy nehézség nélkül, jó előkészítéssel, viszonylag rövid idő alatt is, mert 3 év alatt jelentkezéstől számít, a 3 év alatt ugye be is léptek az övezetbe, tudták abszolválni az euróba vezetését. Köszönöm szépen, Plessinger úr. Monetáris oldalról, hogy néz ki. Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást is, amit megtisztelő itt lehetek. Én igazából megerősíteni tudom csak azt, amit Mészer itt az előbb elmondott, talán annyit tennék még hozzá, hogy a
2008-as válság az alaposan megrázta a Kunába vetett bizalmat, és onnantól kezdve hát tulajdonképpen hozzá kötötték először a márkával, aztán az euróhoz a Kunát. Nem volt valuta tanácsos, mint a Bulgáriáról, vagy mint a balti országoknál, de mégis a monetáris politika azt célozta, hogy a Kuna árfolyam az nagyon szorosan együtt mozogjon az euróival ilyen formán. Ott tényleg lényegében már bevezették az eurót nem hivatalosan korábban is. Ráadásul ez a bizonyos euroizációs, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt ki tudtam mondani, tehát az euroizációs folyamat is nagyon korán beindult, tehát a cégek egymás közötti pénzforgalmában, magánemberek egymás közötti pénzforgalmában, ahogy miniszter mondta, Horvátországban a turizmus az egy komoly húzó ágazat, és ott jellemzően már korábban is vagy márkával vagy euróval fizettek. Ott volt egy olyan spontán folyamat, amire nekünk monetáris politikai szempontból nagyon oda kellene figyelnünk, és el kéne azt kerülnünk, hogy Magyarországon is az euróizációs folyamat, ez nagyon felgyorsuljon. Nyilván mindenki tudja, hogy bizonyos szintig már eljutott, hiszen a irodabérleteket már csak euróba számolják, nyilván a multik egymás között euróba számolnak el, tehát már az euróizáció nálunk is eljutott egy szintig, de nagyon bekorlátozná a monetáris politika eszközrendszerének a használhatóságát, hogyha ez az euróizáció ez nagyon magas fokot érne el, hiszen ugye a forint piac szabályozásával, a forint likviditás szabályozásával tudjuk az inflációs célunkat megközelíteni, remélhetőleg elérni, meg tulajdonképpen a monetáris politikát irányítani. Köszönöm szépen. Azzal folytatnám, hogy itt a tranzitón jó szokásunk, hogy a belső párbeszédet is igyekszünk elősegíteni, és Rogán miniszter úr egy térképet vetített ki tegnap délelőtt nekünk. Az Európai Unió 27 tagállama volt felt, és ők 2010 óta hogy teljesített a gazdaságuk. Ahova ki szeretnék lyukadni, hogy van néhány ország, például a 2009-ben euró bevezető Szlovákia, amelyikeknél azóta nem konvergencia, hanem divergencia figyelhető, meg távolodnak az uniós átlag egyfőre első GDP-től. Tehát itt van negatív példa is a szomszédban, úgy tűnik, hogy Horvátországban ez akár még egy sikertörténet is lehet, de mi a helyzet Szlovákiával, Görögországgal, Portugáliával? Mik az euróbevezetés árnyoldalai? Miniszter úr, hogy megjelenik. Igen, hát ez a legfontosabb kérdések egyike, hogy ha valaki rászánja magát a csatlakozásra, akkor hogy érdemes csatlakozni? A Szlovákia példája egy kitűnő példa arra, hogy az euróbevezetése önmagában nem oldja meg a problémákat. Ha összevetjük a konvergencia szintjét Magyarországnak és Szlovákiának, akkor azt látjuk, hogy valamikor 2005-2006 táján, ugye Szlovákia megelőzött bennünket, az Európai Unió vásárlóerő paritáson számolt fejlettségéhez képest, ugye ez az a mutató, az a ilyen életszínvonal mutatónak nevezünk, Szlovákia lehagyott bennünket. 2009-ben csatlakozott az euróövezethez, és 2013-ig egyébként ez a konvergencia, ez ment is szépen fölfelé. És 2013-at követően ez teljesen behalt, ez a konvergencia. Azóta Magyarország visszaelőzte Szlovákiát, tehát most a magyar vásárlóerő paritáson mért fejlettségi szint, ugye 77%-a körülbelül a Európai Unió átlagos fejlettségének, ez valahol 66-67%-on van Szlovákiában. Hát ez mutatja azt, hogy akik csodaszerként, valamilyen varázslatként tekintenek az euróra, azoknak nincs igazuk. A gazdaságpolitika minősége számít önmagában. 2013-at követően a szlovák gazdaságpolitika, nem tisztem persze semmiféle minősítés, de szerintem azt gondolhatták, hogy megoldották a mondjuk azt a termelési oldalt azzal, hogy nagy multinacionális autógyártó cégek beérkeztek Szlovákiába. Ugye a szlovák gazdaság, a szlovák GDP jelentős részét az autóipar adja. Másrészt megoldották a monetáris politikát is azzal, hogy csatlakoztak az euróvezethez, és ettől kezdve olyan különösebb dolguk nincs. Boldogan élnek, amiben nem halnak.
Na most ez nem ez történt Szlovákiában. Jól látható, hogy ha van a monetáris politikában egy kis mozgástér, és nincs nagyon túlságosan zord idő odakint a világgazdaságban, akkor lehetséges az, hogy ezeket a gazdaságpolitikai hátrányokat egy ország ledolgozza. Mondok egy másik példát, hogyha összevetjük mondjuk Csehország és Szlovákia példáját, akkor meg teljesen világosan látszik, hogy az euró így sem megoldás, az euró nélküli Csehország gazdasági fejlettsége sokkal magasabb, ugye ott már a 90% fölött van a vásárlóparitáson mért szintje a gazdaságnak, Szlovákiáit látjuk, hogy hol vannak, és egyébként pedig anno, amikor Csehszlovákia szétesett, nem volt túlságosan nagy a különbség, akkor is fejlettebb volt persze már a cseh rész. Hát ezért mondom azt, hogy a magyar gazdaságpolitikának is a saját problémáinkra kell koncentrálnia. Nem azért kell euró, hogy stabilabb legyen egy ország, hanem azért kell stabilizálni, hogy az euró kérdésével egyáltalán érdemben foglalkozhasson. Tehát a szlovák példa nekem azt mutatja, hogy igenis a gazdaságpolitikának van egy folyamatos teendője, egy szüntelen teendője azzal, hogy hogyan tudja a gazdaságot hatékonyabbá, termelékenyebbé tenni, és hogyan tudja a gazdasági előnyöket realizálni. Köszönöm. Lesz-Csünger úr. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy csak egyet tökéltem biztos úrral. De ha visszamehetek én is a KH-hoz, akkor hangsúlyoznám én is azt, amit Mikszor is mondott, hogy az euró bevezetés, vagy az euróra való áttérés nem azt jelenti, hogy hónaptól vagy x naptól euróval fizetünk. Ez nagyon-nagyon sok minden mást is jelent. És elsősorban az euró övezetbe való belépésünk azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy a gazdasági felzárkózásunk felgyorsuljon, és minél előbb el tudjuk érni azt a szintet, amit az Európai Uniós magországoknak a szintje. Tehát igazából nem elég, sőt nem is elég csak a Maastrichti kritériumokat teljesíteni ahhoz, hogy valaki eredményesen és sikeresen be tudjon lépni a eurózónába, hiszen az ország belép, mire teljesítették ezeket a kritériumokat. Volt Görögország történetesen nem, de akkor ő volt az első jelentkező, akit az eredetileg az Eurózónát átalakító 11 ország befogadott maga közé, tehát bizonyos és könnyítéseket elfogadtak, meg is ott az eredménye. De tehát nem elég ezek a Maastrichti kritériumok, hanem ennél sokkal-sokkal több kell ahhoz, hogy egy ország az bűvényen hozzáadott érték is lehessen az euróhez, és egyben az adott ország számára is elindja, hogy elmesél az euróvezetése. Azért is nagyon alaposan meg kell ezt fontolni, mert azon túlmenően, amit most Szlovákiáról hallottunk, talán még érdemes azt megtudni, hogy az euró övezeti országok közül, akik 19, most már a Horváttal, Csehországgal 20-an vannak, összesen 7 voltak olyanok, akik a belépés időszakától kezdve a felzárkózásukat növelni tudták, tehát javult az ő egyfőre első GDP arányuk az eurózóna átlagához képest. Ez a 7 ország, ez olyan, mint Írország, Málta, Luxemburg, a 3 balti ország, és Szlovénia. Szlovénia az mondjuk, hogy alig látható mértéke, de valamint Szlovákia valóban egy kicsit gyengében teljesített és visszaesett, de nem ő volt a legrosszabb teljesítő, tehát Szlovákia az ilyen fél 1%-kal rontott a felzárkózásán, ugyanakkor mondjuk Olaszország az majdnem 30%-kal. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell állni ezzel az euróval belépéssel. Mondok másodatot, hogy azok az országok, akik egy nagyon rossz külső finanszírozási helyzetben léptek be, tehát egy negatív folyófizetési mérleggel léptek be az eurózónába, 10 évetig tartott, mire ebből kivackolódtak, és valamikor a 2011-12-es években kezdték elérni a nullát, és azóta már javult némiképpen a külső pozíciójuk. Vagy mondhatok mást, hogy ezt a bizonyos árstabilitást, tehát ezt az inflációs célt,
azt, amit az LKB kitűzött, ez a 1,5-2% közötti sáv, ezt igazából az eurozónában töltött idejük maximum 30%-ában érték el a legjobban teljesítő országok is. Az 1-3% közötti részben való mozgást, azt már jóval többen elérték, az idejüknek a, nem tudom, akár az eurozónában töltött idejüknek akár a 60-80%-ában is tudták tartani. De ez azt jelenti, hogy magát az árstabilitást sem hozza az eurozónán való belépés azonnal. De hát még egy, tehát tulajdonképpen csak azt tudom hangsúlyozni, amit a miniszter úr is mondott, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy egy nagyon erős, jó gazdaságpolitika mellett erős alapokról indulva, nagyon erős fiskális mozgástérrel érdemes belépni az eurozónába, hiszen ugye a belépés az egyben azt is jelenti, hogy a monetáris politikai eszközrendszerét az adott ország elveszíti, átadja az Európai Központi Banknak, aki pedig ugyan nagyon sokat tanult a válságokból, és nagyon sokat fejlődött, de még mindig nagyon messze van attól, hogy az egyes országokra szabott célzott programokat tudjon biztosítani, és ezzel tudjon valami fajta egységes növekedési felzárkózási támogatást adni. És még egy megjegyzést, ha szabad tennem ezzel a felzárkózással kapcsolatban, hogy ezt az ilyen egyfőre eső GDP alapján szokták számolni, és most egy csillagos megjegyzést kell tennem azzal, hogy amit most mondok, az nem feltétlenül egyezik meg a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontjával, az ő saját véleményem. Nekem is van néha ilyen, kivéve amikor a feleségemmel vitatkozom, de tehát én azt gondolom, hogy az egyfőre eső GDP ez nem igazán jó mérőszám, mert hiszen például nálunk van nagyon sok külföldi vállalkozás, nagyon sok külföldi befektetés, akiknek a termelése, akiknek az eredménye az növeli a GDP-nket, készségtermül, és tudunk egész szép GDP számokat produkálni. Ugyanakkor azonban ezeknél a társaságoknál, ezek jelentős részénél a hazai hozzáadott érték az elég szerény. Következésképpen, amit ebből a adott esetben nagyon szép GDP növekedésből el tudunk érni, és föl tudunk használni a saját magunk számára, amit a fiskális politika föl tud használni, az azért korlátozottak. Tehát érdemes lenne folyamatosan figyelni ezt az úgynevezett GNI-t, ezt a nemzeti jövedelmet, tehát nem a hazai, hanem a nemzeti jövedelmet, amiben tényleg az van, amit mi termelünk, határon belül és határon kívül, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Köszönöm szépen. Elvetettem azt az ötletemet, hogy a GDP arányos fejlettséggel kapcsolatban kérdezek, hiszen nem biztos, hogy ez a jó mérőszám. Ezek szerint inkább azt a kérdést tennénk fel, hogy van-e a horizonton, vagy látszik-e a horizonton egy magyar csatlakozás lehetősége? Érdemes-e rajta gondolkodnunk, és változtatott-e ezen ez a kettős válság, ami azért nagyon megviseli Magyarországot, és egész Európát, és az euróvezet országait is. Miniszter úr. Remélem továbbra is fent tudjuk tartani azt a összhangot, ami a fiskális és a monetáris politika közötti kialakult ebben a panelban. De azt hiszem, hogy ebben is talán hasonlót gondolunk, hogy Magyarország számára jelenleg ez a kérdés nem kérdés. Tehát mivel nem tudjuk most teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért azon kell dolgoznunk, hogy ha úgy gondoljuk, hogy ezek a Maastrichti konvergencia kritériumok, ezek a feltételek, ezek hasznosak a gazdaságnak, és én úgy gondolom, hogy ezek hasznosak, akkor először ezeket teljesítsük, és aztán utána majd ráérünk azon gondolkozni, hogy ez jelenti-e egyébként a forint feladását és euróval való csatlakozást, euróvezetbe való belépést. Tehát volt olyan időszaka a magyar gazdaságpolitikának, amikor talán az árfolyam rögzítésen kívül minden feltételt tudtunk teljesíteni, most ez a két válság azért megrázott bennünket, és ez a két válság a közgazdász körökbe, kollégáim körébe is egyébként, azt tudta felerősíteni, hogy ha most bezzeg euróval fizetnénk, eurónk lenne, akkor jóval kevesebb kockázatot kellene futni a magyar gazdaságnak, mint korábban. Tehát ilyenkor, amikor
Azért mondtam, hogy ha kedvező a csillagállás és a világgazdaság is rendben van, akkor lubiszkolunk és élvezzük a önálló monetáris politikának az összes előnyét. Amikor válság van, válságok vannak, akkor viszont mindig gondolkodóba kell, hogy essünk, és mérlegeljük azt, hogy vajon hosszabb távon mi az előnyösebb az ország számára. Most kétség kívül, hogyha egy ilyen elemzésbe fölírnám egyik oldalra azt, hogy milyen előnyei vannak az euróbevezetésnek, és milyen hátrányai, akkor azt kell mondanom, még politikai szempontból is több előnye lenne. Mindjárt van is itt egy kérdés, hogyha én is kérdezhetek valamit a közönségtől. Egészen nyugodtan. Emelje fel a kezét, mondjuk ha azt a kérdést teszem fel, hogy forint vagy euró, most senki ne nézze majd a szomszédjára, hanem mindenki, hanem a valutánál tegye fel a kezét, amire gondol. Ha azt mondom, hogy kik azok, akik a forintra voksolnak, hosszabb távon is, emeljék fel a kezüket. Köszönöm szépen, és ki az, aki az euró preferálja? Melyik volt több? Az euró. Az euró volt több, én is úgy láttam. Ez egyébként megegyezik a magyar lakosságnak az euró iránti szimpátiájával, mert a januári euróbarométer felmérés szerint 72%-a a lakosságnak az támogatja és szimpatizál az euró bevezetésével. Ez azon európai uniós tagország között, ahol nincs még euró, csak 58%, megjegyzem. Tehát a magyar lakosság jóval az átlag fölött szeretne euróval fizetni, és ennek szerintem az alapvető oka az, hogy mindenki a stabilitásra vágyik. És amikor azt látja, hogy az árfolyam hogy mozog, mennyire len ki, akkor azt gondolja, hogy ha eurónk lenne, ez a probléma egy csapásra megszűnni. És ha ezt bontom ki a gazdasági előnyökre, akkor igen, kisebb devizatartalék, kisebb államadóságkezelési költség, hitelminősítéknél egy pozitív elem, és így tovább, és így tovább. Hát azt tudom mondani, hogy igen, több előnye van a dolognak, mint hátránya. Ha a hátrányokat nézem meg, hogy nyilván az egyik, amit majd elnök úr el fog mondani, a monetáris politika függetlenségének, az önálló monetáris politikai döntéseknek a feladása. A másik, amit én hozzátennék még azért, ez a periféria országok problémája. Mert azt se felejtsük el, hogy amikor a Európai Központi Bank döntéseket hoz, akkor azt elsősorban a maga országok szempontjából teszi meg. Ugye Gyula elmondta, hogy 20 ország most a tagország, de a 20 országnak nem egyenlő a fajsúlya, fogalmazunk így, az euróvezeten belül. Hát nyilván Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország gazdasága jóval nagyobbat nyom alatban, mint a többi ország. És ezek az országok dominánsak is az Európai Központi Bank döntéshozó testületeiben. Tehát amikor az EKB-nak a boardja hoz egy döntést, akkor szerintem ott elsősorban azért a francia, német, holland és így tovább ezek olasz szempontok alapján hozzák meg a döntést. És ha mi egy ilyen övezethez csatlakozunk, akkor valószínű a periféri országok többé-kevésbé sanyarú sorsát szenvedjük el, mert nem a mi szempontunk lesz a legfontosabb. Amikor van egy kamatdöntő ülés, akkor nem az a lényeg, hogy Magyarországon most milyen, a magyar gazdaságnak milyen kamatra lenne szüksége, hanem hogy a német, meg a francia gazdaságnak milyen kamatszintre van szüksége. Szóval ezek a hátrányok része, de azt kell mondanom, hogy igen, van számos előnye is ennek a kérdésnek. Tehát most szerintem kérdésre válaszolva a legfontosabb dolog az, hogy a gazdaságot egyensúlyba kell hozni, a fiskális politikának is a hiányt, adósságot csökkentenie kell, el kell jutnunk arra a szintre, hogy az euróvezető belépés egy reális felvetés lehessen, mert a gazdaságunk jól áll, teljesítjük a feltételeket, stabilak a fundamentumok, és utána érdemes egy alapos elemzés után erre a kérdésre döntéssel válaszolni. Tehát én azt gondolom, ez még egy korai kérdés. Most azt a tört futjuk, hogy a két-három válság után hogyan tudjuk a magyar gazdaság egyensúlyi pozícióját a leggyorsabban helyreállítani. Én örömmel jelenthetem, hogy a monetáris és a fiskális politika most változatlan kéz a kézben halad, mert egyetértek abszolút azzal, amit a miniszter úr mondott. Rögtön azzal kezdvén, hogy most nagyon messze kerültünk az euróvezető csatlakozáshoz, hiszen még a Maastrichti kritériumokat sem tudjuk teljesíteni.
Most a Nemzeti Bankban számolunk egy úgynevezett megfelelőségi indexet, amiben egyharmad súllyal szerepelnek ezek a nominális kritériumok, a Maastricht kritériumok, egyharmados súllyal ezek a konvergencia kritériumok, ez megint csak az általunk nem nagyon szeretett egykör első GDP, de egyáltalán az Európai Unió gazdaságába való beágyazottságunk, tehát az Európai Unión belüli kereskedelmek a súlya, ezek a tételek, és ez is egyharmad súlya szerepel, és egyharmad súlya szerepelnek ilyen makrogazdasági tényezők, mint az infláció, az államadósság, tehát egy csomó tétel. És ez az index ma azt mutatja, hogy nem vagyunk alkalmasak még az euróvezethez való csatlakozáshoz. Tehát még jó pár évet kell várni. A Magyar Nemzeti Bank, most azt elmondom, hogy hivatalos becslése szerint, ez akkor a 30-as évtizedben tud bekövetkezni. Egyébként persze hozzá kell sietve tennem, hogy a döntés az a kormány kezében, a kormány dönt, a Nemzeti Bank elmondja a véleményét, ezt a kormány mérlegeli, és aztán dönt így vagy úgy. De pontosan ugyanúgy, és azt gondolom, hogy ebben nagyon jó, hogy a fiskális és a monetáris politika hasonlóképpen gondolkozik, hogy látható az, hogy az eurózónán belül van egy éles határvonal az északi és a déli országok között. Az északi országoknak tényleg nagyon jó az euró, nagyon hasznos neki. Biztosítja a növekedésüket, biztosítja a stabilitásukat, ami számukra mondjuk azt, hogy negatív, az, hogy nekik kell finanszírozni a déli országokat. Ez lehet, hogy annyira nem könnyű, illetve, és ebben azt mondom, hogy Mr. úr kompetensebb nálam, de egy stabil gazdasági környezetet tartani, az nem egy nagyon egyszerű dolog. Tehát ahhoz különösen úgy, hogy nincs monetáris politika, hanem ezt mind a fiskális politikának kell megoldania, valamilyen általános nagy európai központi banki segítségezet. Ez az északi ország. A déli országoknál megvan az a pozitívum, hogy megkapják a segítséget az Európai Központi Banktól, mint ahogy most is tudjuk, hogy vásárolják nyakra főre az olasz, a görög, a spanyol, a portugál állampapírokat, azért, hogy az ottani kormányoknak, az ottani fiskális politikának elegendő mozgástól lehessen. És ez azért nem feltétlenül jó, mert ettől egy kicsit el is kényelmesedhet az adott ország, és egy kicsit lazában veheti ezt a felzárkózási követelményeket, mert hiszen alárendszól van minden. Tehát ez a déli országnak jó, de ugyanakkor a felzárkózásuk az lassabb. Ráadásul egy felzárkózó országnál az infláció az természetszerűen magasabb kell, hogy legyen, mint a már a magországoknak az inflációja. Ezért ezeknél a felzárkózó országoknál, és hát most elnézést, hogy egy kicsit túl szakmai leszek, de a kialakuló reálkamat az nagyon alacsony lesz, és ez egy nagyon alacsony reálkamat az oda vezet, hogy nagyon olcsó lesz hiteleket fölvenni ezeknél a felzárkózó országoknál, és az olcsó hitelekből aztán kialakulnak ezek az ingatlanpiaci, tőkepiaci, mindenfajta buborékok, amik ugye természetszerűen egyszer aztán kipukkadnak, és akkor következik az újabb válság. Tehát nekünk van a célunk, azt mondom, és a mi javaslatunk a kormány számára minden esetben az lesz, hogy mi próbáljunk olyan feltételeket teremteni, hogy ebben az északi tönkhöz tartozhassunk, amikor majd csatlakozunk az eurózónához. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, ahogy ígértem, eltelt ez a nagyjából 35 perc, úgyhogy közönség kérdésekért terep, és annyi kérésem van, hogy mivel nem csak a perc 35, hanem a fok is, ezért rövid kérdéseket várnánk, és rövid válaszokat ígérünk. Parancsoljat hátul balra. Csak egy technikai kérdés, hogy ugye Mundell-féle optimizmus övezetek elméletét már elfogadjuk a kérdésfeltevés vége. Először nem a valutaövezetnek kellene a kritérium feltéteket teljesíteni, hogy egyáltalán akarjunk belépni?
Bocsánat, nem értek fel egészen a kérdést. Ha még egyszer hallhatnánk a kérdést. Tehát az lenne a kérdésem, hogy ugye van az optimális valuta övezetek elmélete, amely meghatároz 3-4 kritériumot a valuta övezete működésével kapcsolatosan, hogy ne alakuljanak ki egyrészt eszközelbuborékok a reálkamat igény eltérések miatt. Ugye az euróövezet jelenleg nem hozza ezt. A munkaerőpiac nem egységes, nem tud úgy áramolni, nem egységes a bérezési, a reálbér az Európai Unión belül, illetve ugye a termelékenysége kihozítottan sem. Először nem az eurózónának kellene ezeket a feltételeket produkálni, hogy optimálisan működjön, hogy egyáltalán megérje belépni. Tehát nem eleve van elrendelve ez az észak-déli megosztottság az eurózónán belül, tehát hogy bele van kódolva az Európa az eurózóna működésével? Tulajdonképpen nagyjából összefoglalta azt, amit a Magyar Nemzeti Bank ilyen Maastricht 2.0 címen készített el, egy ilyen kis dolgozatot vagy tanulmányt, amiben pontosan ezeket és ezek mellett még jó néhány más feltételt is felsorolt, amit nekünk teljesíteni kellene ahhoz, hogy előnyünkre beléphessünk. Nyilván én azt gondolom, hogy helyes ez a felvetés, és nyilván az eurózónának jó lenne, hogyha ezeket a feltételeket önmagára nézve is kötelezően érvényben tartotta volna akkor, amikor megalakult, de ez nem igazán működik. Pontosabban, amikor megalakult az eurózóna, akkor az a 11 ország, akik magországnak hívunk, azt gondolom, hogy az ő körükben ezek úgy nagyjából automatikusan teljesültek is, vagy a nagy részük automatikusan teljesült. A csatlakozó országoknál hívult föl egy kicsit a dolog. És még egy dolgot hagyd mondjak el, ami az eurózónához való csatlakozást jelenti, hogy nem csak arról van szó, amiről eddig beszéltünk, hanem van még egy bankunió is, amihez automatikusan csatlakozni kellene, azaz megszűnik az önálló bankfelügyelet, tehát az átkerül az Európai Központi Bankhoz, megszűnnek azok a monetáris politikai eszközök, amikkel a gazdaság növekedését, vagy akár tulajdonképpen az infláció elleni küzdelmet tudta a Magyar Nemzeti Bank kontrollálni, vagy segíteni. Tehát hadd utaljak csak mondjuk a növekedési hitelprogramra, ahol valószínűleg sokan hallottak, hogy majdnem 7000 milliárd forint ment ki 70 000-nél is több kis- és középvállalkozónak. Ez nyilván nem működött volna, hogyha már mi bankuniós és eurózónás tagok vagyunk. És általában a bankrendszer fölötti mikro- és makrofelügyelet is kicsúszott volna kezünkbe. Bocsánat, kis kitérő után visszatérve. Tehát a kérdése az teljesen jogos és helyes. Ez jó lett volna, hogyha az eurózónában az indulásnál is érvényesítik, és minden új belépőtől már ezeket az emelt követelményeket várják el. De hát nyilván az Európai Unió az még egy nem befejezett projekt. Megy előre, és ahogy ha még a pillanatig húzhatom az időt, amikor az egész elindult, akkor arról volt szó, hogy az euró bevezetése a stabilitást fokozni, és az euró bevezetése az önmagában megoldja a konvergencia kérdést, és tulajdonképpen itt nincs más dolga az Európai Központokban, mint átizgatni. És aztán jött a 2008-as válság, jött a 2012-es euróválság, vagy adósságválság, és akkor rájött az Európai Unió, ugye akkor volt arról is szó, hogy akár az egész projekt megborulhat, és az eurónak búcsút lehet mondani. De aztán jött a Mario Draghi 2012-ben, aki azt mondta, hogy akármi is történik, ő meg fogja menteni az eurót és talpra fog állni, és azóta az euró az tényleg kezd jól teljesíteni és viszonylag jó válaszokat adni a különböző kihívásokra, de még mindig nem elegendő. Tehát még egy folyamat van, amikor bocsánat. Köszönöm szépen. Egy mondat csak hozzá, mert egyetértek teljesen Gyulával. Amint látod, komplett osztályok dolgoznak nálatok ilyen tanulmányokon, és itt egy tranzit táborozó három mondatban összefoglalja azt, amit ti dolgoztak. Van ott munkaerőfeleség, bocsánat, de ez a humor része, ha csak nem a kollega is MNB dolgozó. Tehát... Esküszöm, nem olvastam, és én csak pénzű számítőfős feltétlenül. Jó. ami a lényege, azt Gyula tökéletesen elmondta, most időhiányában nem beszéltünk arról, hogy mi is ez az euróövezet, meg milyen problémákkal küzdik, de valóban
Az egyik kulcskérdés az, hogy a saját maguk által felállított szabályokat be tudják-e tartani, vagy nem. És az elmúlt évek tapasztalata sajnos az, hogy az országok többsége nem tartja be azokat a kritériumokat, amik az euróövezeti csatlakozáshoz szükségesek lennének. Hát a Maastrichti konvergencia kritériummal a déli országok esetében nem is lehet szinte beszélni, hiány, adósságszint és így tovább, de a többi tekintetében is most a magasabb infláció miatt ezek a feltételek nem teljesülnek. Tehát mi mindig ezért mondtuk azt korábban, hogy először az európai, vagy az eurozóna, az euróövezet tisztázza már azt, hogy milyen belső szabályai vannak, és akkor utána tudjuk, hogy mihez csatlakozunk. Ezt a kérdést most itt nem bontottuk ide, ez egy teljesen jogos kérdés. Gyula utalt itt a bankunióhoz való csatlakozásra, ami egy újabb feltételként jelent meg. De mondhatnám a kedvező oldalát is, az ESM rendszerhez való csatlakozás, ami durván egy ilyen 500 milliárd eurós lehetőséget nyit meg egy ország számára, hogyha bajba kerül, az meg egy ilyen pozitív elemként került beépítésre. Tehát itt most én is itt fejezem be, az euróövezetnek, az eurózónának is van még tennivalója azért, hogy vonzóbbá váljon a külső országok számára. Nagyon szépen köszönöm. Van-e további kérdés? Jó napot, Csonyos András vagyok. Egy kérdésem volna, lehet, hogy furgálisra fog tűnni a kérdésre. Tavaly óta eléggé szépen liftezik az euró-forint árfolyam. Ez azt jelenti, hogy járta a 4,20 fölötti magasságot, majd a 3,70 alattit. Valamit bölcseletet legyen kedves hozzátenni, miniszter úr, hogy idei év második felében mi várható? Tehát ebben a történetben. Mert ezt láttuk, megtapasztaltuk ezt az elég kilengést, tehát ami nagyobb, mint egy árés, tehát több mint 10%, de hogy nagyjából mi az, amivel számol a kormány? Ilyenkor szokott a fiskális politika elegánsan háttérbe vonulni, és azt mondani, hogy hát ez egy monetáris politikai kérdés, hogy ha az én kezemben lennének a eszközök, a szükséges eszközök, akkor be tudnám állítani ezt a jó árfolyamot. De az úr kérdésében pontosan ráutalt arra a dologra, amire én is céloztam itt, hogy a magyar lakosság elsőprő többsége azért 72% azért szimpatizál az euróval, mert stabil árfolyamot szeretné. Szeretné, hogyha ezek a kilengések, ezek az árfolyam mozgások, ezek jóval kisebb tartományban történnek meg. Ugye ezért nézegetik kollégáim is, hogy az ERM2-es rendszernek a feltételei azok tulajdonképpen mik is, hiszen ne feledkezzünk el arról, hogy van egy előszobája a euró csatlakozásnak az ERM2-es rendszer, például Bulgária, Dánia, 1999 óta már az ERM2 rendszerben van, Dánia, Bulgária az nem, csak most lépett be. De ez nem jelenti még a csatlakozást, tehát lehetnek olyan kompromisszumok is, hogyha azt gondoljuk, hogy egy válságokkal tüzdelt évtized következik és szükségünk van valami védőernyőre, akkor az ERM2-es rendszert meg lehet fontolni. Annak is vannak jótékony hatásai, most nem sorolom el, kockázati szintek, államadóságfinanszírozás, hozamszintek kérdése és így tovább. Tehát én most arra nem tudok válaszolni, hogy mi lesz majd a konkrét árfolyam, nem is adnék ilyen tanácsokat, nem venném magamnak a bátorságot. Mi a 2024-es költségvetésben egy olyan 382-3 forintos euróárfolyammal számolunk, optimisták vagyunk, bízunk abban a kamatpályában, amit fölvázolt májusban a monetáris tanács és a jegybank. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a tavaly őszi sokszerű változásokhoz képest most a jegybank, a monetáris politika egy olyan pályára állt rá, ami a árfolyamot is stabilizálni fogja, és mellette egyébként a fiskális politikáról is beszélt, mégis csak söprögessek a saját házam táján. Én azt látom, hogy az egyensúlyi pozíciók is elkezdtek azért javulni. Szerencsénk is van, az energiárak visszamentek, ha még nem is egy háború előtti szintre, de egy jóval alacsonyabb szintre. Külkereskedelmi mérlegünk már pozitív, ugye április óta a folyófizetési mérleg is kezd javulni, tehát ezt látják azért a befektetők, a hitelminősítők is. Ezért gondoljuk azt, hogy ezek a szélsőséges kilengések a következő időszakban már nem várhatók. Köszönöm szépen. Lássunk meg. Merre mennyire lehet beszélni? Mi árfolyamról nem nagyon szoktunk beszélni, de most aztán különösen nem beszélhetek, mert kedden lesz kamat döntőülésünk, és az a szabály, hogy a tavaly döntőülés előtti héten már nem nagyon mondhatunk semmit, de egy kis történetet azért van, egy kis történetet azért hagy idézzek föl. Mi is történt, hogy mi elkezdtük emelgetni a kamatokat,
és tavaly szeptemberben azt mondtuk, hogy elértük a 13%-ot, és én azt gondolom, meglepődésem, hogy a 13% ezt talán elég is lett volna. Azonban most megint felveszem a csillagot, hogy az én véleményem, hogy nem biztos, hogy teljesen szerencsés volt az, hogy be is jelentettük, hogy most itt a vége, mert utána jöttek sajnos nagyon rossz hírek, utána robbant az északi áramlat vezeték, utána jöttek olyan letták, hogy Ukrajnában, vagy az utának leállítják a felénk irányuló gázvezetéket. Tehát jött egy csomó rossz hír. Ráadásul ugye akkor elkezdték, fölmentek ugye az energiahordozók árai, akkor elkezdték nézegetni a folyófizetési mérlegünket, ami hosszú-hosszú évek után most negatívba fordult. Részben az magas energiaárak miatt, részben azért, mert a Covid alatt ugye nem nagyon lehetett fogyasztani, fölhalmozott az ilyen kényszer megtakarítások, és ezek rázódultak a piacra. 2022-ben ez a fogyasztás lőtte meg nagyon a növekedést. Ugye 2022-ben emlékszünk, még egy európai szinten is kiemelkedő volt a magyar GDP növekedés. Csak ennek az volt az ára, hogy a fogyasztásnak a viszonylagos magas importtartalma miatt a folyófizetési mérlegünk az robbott. És így egy ilyen kedvezőtlen helyzetbe kerültünk, ráadásul ugye voltak ezek a mindenféle ilyen geopolitikai feszültségek. És még egy dolgot érdemes tudni, hogy mi ugye mindig euró-forintról beszélünk, és az euróhoz nézzük a forintot, de azt látni kell, hogy Magyarország finanszírozását, a költségek is finanszírozását, ha külföldi, akkor alapvetően amerikaiak angol százszor biztosítettek. A dollár nagyon érdekes abból a szempontból, vagy a dollár birtokosoknak a viselkedése és a reakciója fontos abból a szempontból, hogy nálunk hogy alakulhatnak az árfolyamok. Aztán van egy, nyilván egy euró dollár is, de alapvetően a dollár mozgása az, ami rángat minket. Tehát hogy egy kicsit mondjuk megnő a kockázatkerülés, akkor ezek a dollárbefektetők elkezdenek kivonulni Magyarországból, és az rögtön jelent egy árfolyambomlást. Na most még egy pillanatra visszatérve, tehát ez a szeptemberi esemény azt eredményezte, hogy tényleg elszaladt az árfolyam szegekbe, és akkor nem tudott mit csinálni a monetáris politika, mint úgy felemeltük a kamatokat jó magasra, és azt mondtuk, hogy már pedig nagyon szigorú monetáris politikát fogunk tartani egészen addig, amíg a spekulálások rá nem jönnek arra, hogy nem olyan érdemes a forintbanásba, tehát olyan drága és nem kockázatos. És emellett persze, ugye ez eljött az a pillanat, amikor a fiskális politika is be tud alakozni, meg tud erősödni, javultak a külső belső egyensúlyok, és akkor mi el tudjuk kezdeni szép lassan csökkenteni a kamatokat, és most már jó esélyünk van arra, hogy lassan most már a irányadott kamatunk összezárt az alapkamattal, és aztán lehet tovább gondolkozni. De hát ennyit tudnék mondani, de azt mondom, hogy ez egy jelentős részben a fiskális politikának köszönhető az, hogy nekünk lett ilyen mozgást. Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom, hogy nincs több kérdés, és a ötvös csöpi helikoptere is távozott. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Varga Mihály, Plessinger Gyula, köszönjük a Transit Novigen. Köszönjük szépen. És nagyon szépen köszönöm, és még egy kis, mint hogy én a monetáris tanácsi tagságom mellett, én a közgazdasági társaságon is elnöke vagyok, és a fölöttünk ilyen kis dolgozó klubokat is megpróbálni, hogy beiktatni, tehát nálunk évente van körülbelül 100 rendezvényünk, miniszterük rendszeres vendégünk, és hasonló beszélgetések, viták, előadások, panelbeszélgetések. Gyakorlatilag, tehát ha valakit ezek érdekelnek, akkor szeretettel várjuk a tagjaink közé. Van tagdíj fizetési kötelezettség is, amire nagyon számítunk, de nem van óriási tagdíjban, de javaslom, hogy az MKT honlapját esetleg nézzék meg, és ott az érdekes dolgokat találnak, azt is, és meg lehet nézni, hogy a tagok sorára is szívesen várunk minden érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Gyula! Én is akkor ilyen reklám helyén, meg magyar kazak baráti társaságnak tanultam.